Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. Erre a mondatra kapta fel a fejét minden mozinéző, miután a Jesse énekes című film 18. percében feliratozás helyett egy emberi hang szólt a közönséghez. Ám ez a felszólítás nem csak az akkori hallgatóságnak szólt. Hivatalosan is beköszöntött a hangos filmek korszaka. Ez a technikai mérföldkő számos új problémát von maga után. Ezek közül az egyik legnagyobb, a különböző nyelveken készített alkotások nemzetközi vététele volt. Éveken át tartott, mire számos komplikált, költséges vagy kudarcos próbálkozás után eljutottunk a szinkronizálás bevezetéséhez. Ez a technika hamarosan futótűzként kezdett terjedni, majd 1935-ben Magyarországon is megjelent. Habár a magyar szinkront közel 90 éves története alatt számos megpróbáltatás és dicsőség ért, afelől semmi kétség, hogy mára a kulturális örökségünk részévé vált. Bizonyos munkákat nem csak a szintén szinkronizáló országok tartottak mintapéldának, hanem hírük egészen az Egyesült Államokig is eljutott. Gondoljunk csak vissza a Fréd és Béni magyar változatára, az olyan filmek, mint a Ford Fairlane kalandjai vagy a Torrente széria, kizárólag a magyar hang miatt válhattak kultfilmekké. Sőt, nem egyszer előfordult, hogy az eredeti változatnál a magyar jobban sikerült. Az elmúlt évtizedekben egyre több országból kezdett kikopni a szinkronizálás, az idegen nyelveket nagyszámban beszélő országokban szinte már csak feliratos filmeket vetítenek. Itthon az elmúlt években talán minden eddiginél megosztóbb lett ez a jelenség. Éppen ezért merül fel a kérdés, hogy vajon mi lenne Magyarországgal, ha nem lenne szinkronizálás? Hogyan alakulna a kulturális élet, ha egyik napról a másikra megszűnnének az idegen nyelvű filmek magyar változatai? A magyar szinkron mindenki 0-tól 1000 éves korig. Kíváncsiak voltunk, hogy ma ki mit gondol a szinkronról? Igen. Igen, kimondottan szeretem. Nem, én nem szeretem. Szerintem vannak nagyon jó szinkron hangok egyébként, de én is inkább az eredeti hanggal nézem a filmeket. Én nagyon szeretem a szinkron. Igen. Hát most már annyira nem. Én azt gondolom, hogy régen szerintem sokkal jobb volt. Ezért, hogyha tehetem, akkor sorozatot vagy filmet szinkron nélkül nézek. Igazából szeretem a szinkron, de nem vagyok egy nagy filmpárti. A szinkron az a mindenem. Igen, úgy gondolom, hogy megfelelő szinkron hanggal egy filmet még jobb minőségé tenni, élvezhetőbbé. Hát, ha jobb, akkor igen. Ez egy nehéz kérdés, mert ahhoz tök sok nyelven meg kéne tanulni. Kíváncsi vagyok, igen. Igen, igen. Persze. Hát én csak úgy indítom el, hogyha van hozzá eredeti hang. Igen, hogyha érdekesnek találom a tartalmat, akkor megpróbálom elkezdeni, és ha tetszik, akkor végig is nézem, akár felirattal. Általában megnézzük, hogy van-e magyar hang, aztán ha nincs, akkor beállítjuk rajta a szinkront. De tényleg nagyon nehéz lenne, ha nem lenne szinkron. Most ez jó kérdés amúgy. Ügyesebben vennék-e meg? Szerintem igen. Szerintem igen. Igazából nem, mert amúgy fölösleges, de ha van, az jó. Őszinte legyek, igen, igen. Mivel ugye kimondottan szeretem a szinkront, a magyar szinkront, én láttam egy-két játékot, aminél szinkronizáltak bizonyos karaktereket, vagy magát az egész játékot. Én megnéznék amúgy játékokat magyar szinkronnal is, nem mindegyiket, vannak nagyon jó külföldi szinkronok, de azért megnézném, hogy a magyar szinkron csoport, szinkron színészek mit tudnak mondjuk kihozni egy jó játékból. Legkert fel tudják-e javítani jobban magát a játékot, a játékokat. Egy nagyon-nagyon sok filmet, meg mesét nem tudnánk megnézni. Rengeteget. Én úgy gondolom, hogy akkor valószínűleg csak feliratos filmeink lennének, és a költségvetésben eléggé meglátszana valószínűleg az, hogyha Magyarországon nem szinkronizálnának, vagy nem is csinálnának a filmet. Hátrány, nagy hátrány lenne szerintem az országban. Hát nagyon visszaszorulna szerintem a moziba való
filmek nézése felirattal, mert azért az sokszor a cselekményt elviszi, a felirat nem annyira élvezhető úgy a film. Azt nagyon rossz mondja. Főleg a kisgyerekeknek, akik nem tudnak olvasni feliratot. Magyarországgal? Tehát a magyaroknak a nyelvezete a legékesebb és a legdíszesebb. Nem mert hogy magyar, de azt gondolom, hogy a magyar szinkron egy nagyon minőségi szinkron, mert nagyon szeretem, valamikor csinálok olyan játékot is, hogy kinek lehet a hangja. Tehát függőségben lettem sok-sok hangtól, minőségi hangtól. Nagyon fontos a szinkron mindazoknak az embereknek, akik nem tudnak angolul is, de a multikulturális helyzetben én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a kettős helyzetet kéne felépíteni, lehessen ez is, lehessen az is. De az az igazság, hogyha valaki elmegy, akár egy színész örökre, nekem nem a színész szokott elmenni, hanem a hang. A szinkron hang. Mert hogy mindig úgy elcsodálkozom, hogy hát tulajdonképpen az a hang ment el. Tehát, hogy valamikor nem is a színész. Holott tudom, hogy mondjuk sajnos elment a legjobb színész, a leghíresebb, de a hang az kíséri az embert. Az fontos, fontos a szinkron, nagyon fontos, főleg a minőségi, és az van itt Magyarországon, én azt gondolom. El tudom képzelni, mert minden jó megszűnik, de nem örülnék neki. Képzelni, szerintem. És el tudom képzelni, hogy így kiszorul. Igazából én azt látom a környező országokban is, hogy ez a trend, vagy hát nem tudom, tehát hogy így nem használ nagyon szinkront, sehol másút. Nyilván nehéz Magyarországon, mert pont a szinkronban volt egy nagyon jó hangon, igen. De tényleg szép szinkron hangok vannak. Voltak. Tehát jó volt régen a szinkron, most már inkább nem egységes, többször szerintem. Mármint, hogy ahogy szinkronizálják például ezek az ilyen pucoljunk innen, meg az ilyen hasonló. Igen, mert nagyon sokat elvesz a fordítás is egyébként a jelentésből. Egy-két poén teljesen értelmetlenné válik egyes filmben egyébként. Azáltal, hogy így deszinkronizálják, és akkor megpróbálják valahogy így magyarul értelmezni ezt a poént. Én nem tudom elképzelni, én már idős vagyok ahhoz, hogy ezt elképzeljem. Szerintem nem elképzelhetetlen. Ez egy, hogy is mondjam, negatív jövőkép lenne, ha lehetne, akkor én megtartanám a magyar szinkront a magyaroknak. Van az a korosztály, az 50 pluszos korosztály, szerintem akik megigénylik most jelenleg azt, hogy legyen magyar szinkron, mert ugye az angol nyelvtudás az ilyen korosztályokon belül szerintem nem olyan elterjedt, mint akár a fiatalabbak körében, ilyen 20-30-as vagy akár 10 évesek körében. Úgyhogy most jelenleg ezt nem tudnám elképzelni, hogy eltűnjön, vagy megszüntessék, de mondjuk 50-100 év múlva elképzelhető akár. Jövőben nem látok, de az egy negatív jövőkép lenne tényleg, nem lenne jó.